Ó, reggelt kívánok! Sziasztok, srácok! Na, ültessünk falkat, az lesz az első. Mivel nekünk kellene később fa. És ugye van nekünk fa magunk, hol a fa magunk, hol a fa magunk? Akkor mennyi megoldás lenne az, hogy... Nem kéne nagyon messze elmenni. Hanem itt nekünk nagyon jó lenne egy kis erdőcske. Ezek szépen megnőnek, és akkor itt tudunk termelni ugye fát. Na, de viszont nekem meg kell fa, és kell a jukka mag. Jukka magot, receptek. Jukka mag. Mennyit tudunk csinálni? Csak egy 100 darabot mondjuk, jó? Készít. 100 darab jukka mag, 100 darab jukkát tudunk ültetni. Az elég sok lesz, viszont kell nekem egy kis fa. Arra is szükségem lenne. Hát lehet, hogy megyek oda aztán, hogy vágok gyorsan. Ez még a legértelmesebb. Ja, meg kell kő is. Ezt a követ ezt szétcsapom gyorsan. Hú, gyerekek, nagyon pörgünk, nagyon sok mindent csinálunk egyszerre. Szépen alakul a bázis. Negyedik nap van vissza. Vagy negyedik nap van, ugye még pár nap van vissza. Tényleg elég szisztematikusan próbálom most így felépíteni ezt a bázist. Nem összecsapva, hanem tényleg az időt beosztva megfelelőképpen, hogy tényleg túléljük a hetedik napot, és tovább. Ha már eddig elhúztuk, akkor talán meg tudunk tovább élni még ezen túl is. Szuper. Jó. Kő megvan. Kidurantom innen, talán nincs semmi ellenfél. Picit pihi. Jó, csináljuk ugye a lyukka magokat agyba főbe. Aloe verából is kéne. Mondjuk abból egy 50 darab. Csinálok szép kis fehér léckerítést. Kertembe. És akkor létrehozunk egy kertet gyakorlatilag. Megpróbálunk önellátóak lenni. Ugye akkor már azt nem kell szeregetnem soha. Hanem mindig csak annyi van. Annyit kell tennem, hogy kivegyek a kertbe és összeszedem az összeset. És akkor nem kell szórakoznom azzal. Kiégett földön maszkálni, ugye mindenki tudja, hogy nem nagyon érdemes. Jöhetnek a kutyákok. Talán nem jönnek. Nem sokára éjszaka lesz. És egy külső bányát is létre fogok hozni mindenképpen. Ami nem azt a célt szolgálja, hogy oda bújjak, hanem hogy követ tudjak bányászni éjjel is. Hogy ezt még meggondolom. Hogy ezt megvalósítsam-e. Még egy fát kivágok ám. túl sok lehet, mennyi van? 101 darab az nem sok minden elég. Kerítés nekem, na fakerítés nekem ilyesmi kellene. Hány darab kell? 3 kell. 36-ot tudok csészíteni.
Igazából sok értelme nincs kerítést csinálni, csak az, hogy hangulat. Design. Jó, aztán megyek haza gyerekek, szerintem ennyi elég lesz. Közben lyukka szedegetés, ugye ez sose árt. De ezután most már nem fog kelleni ez. Elég jó, mert mindenféle bajom ugye itt a környéken van. Oké. Okay. Kicsit lekaszáljuk a dolgokat. Remélem nem kell termőföld neki, de szerintem nem. Miért kéne, nem? Hiszen ugyanúgy a sivatagban ő. Trágyázni azt hiszem lehet, de nem fontos. Jó. Na. Oké, ezt a követ ezt fölvesszük, hogy ne legyen ott. És akkor meg is csinálom. Hol van a léckerítésem? Elvileg van már léckerítésem. Úgy akarom megcsinálni a kertemet. Nagyon érdekes lesz. Úgy kéne megcsinálni, hogy... itt kicsit kijebb lesz. És... így fordítva. Valami ilyesmire gondolok, tök jó lesz. És föl is kell kapálni, mi? Azért nincs kapám. Vagy... azt kell kapálni, vagy mi? Várjál már. Nem kell. Miért emlékeztem, hogy kell kapálni? Valami pedig rémlik, hogy kapálni kellett. Szárnyblokk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Még egy kicsit kell izelnem. Jó, tudom, hogy semmi értelme ennek a kerítésnek. De akkor is olyan vicces, érted? Szerintem így ekkora elég lesz bőven. De akkor még kell. Jó, csináljunk, csináljuk. Na! Ezt itt akkor még kicsapom. Ez az. Ugye lesz egy bejárata szembe. És nem tudom melyik van előbbre. Megnézzük a blokkokat. Hát ezt a fakarítást gyorsan megcsinálja. Szerintem ez van előbbre egyébként. Na várjunk akkor annyi, hogy itt 2, 3, 4. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ez 8, akkor ebből kikövennem 2-t. És akkor így lesz, ennyi. És akkor lesz egy bejárata, ilyen oszlopos, akármicsoda. Tudod milyen. Na, itt van egy kertem. Tök jó. Van kertem, gyerekek. Akkor ezt be az oldalába ültetünk lyukkát. Remélem, hogy az így ki fog kelni, hogy nincs megkapálva.
Tényleg, nagyon bízom benne. Másik oldala. Ez meg aloé is lesz. Egyelőre, és akkor utána majd ugye mást is fogok. Kukoricát, ilyesmiket. Oké, okay, király. Nagyon tetszik. Jó van. Szuper. Jó lett ez. Igen. Van nekem másik magom is. Aloé is. Ez baj, ez nagyon nem látszik. Oké, okay, jó. Rakok mellé lyukkát még. Nem még van. Nagyon szuper. Öntözni talán nem kell. Bízzuk benne. Ez az, kész. Jó van, gyerekek. Kész a kert. Ez itt a kert. Majd faoszlopokat lehet csinálok, meg ilyesmit. Most egyelőre annyira az nem kell. 9 fal van, úgyhogy főleg nem kell. Igen, nagyon melegünk van még mindig. Oké. Okay. Igen, mizét kellene csinálni? Én még mindig éhes vagyok, ezt mindig összekeverem. Amit kellene még csinálni, az nem más, mint... Mindig a pillért terültetjük. 27 darab, és... Oké. Okay. De meg egy lépcsőt meg kell dobnom. Meg még kell erőltetnem a macska követ, azt hiszem most megint tudok csinálni egy csomót. Igen, 141 király. Ja, és igen, van gyertyám most, 3 darab, keményen. És van facsemetém is közben. Ezt is elültetjük. Úgy látom, nőnek is ezek szépen. Ez a facsemete? Ez az. Van 2 sor fám. Jó. 1, 2, 3, 4, 5. 10 darab fa. Jó. Ez király. Csapdarendszert is meg kell csinálnom majd. Az is egy... Igen, hát legalább egy sor. Legalább egy sor nagyon erős csapda. Na, nézzük a pilléreket. Ez készül? Hol van? Aha, ott van, hoz. És akkor ugyanott ott lesz a bejárat. És akkor itt lesz egy belső rész. Ami maga egy torony fog ugye lenni. Király, jó, ígyunk egyet, meg nem tudom, mit csináljak ezzel a folyamatos... Ígyuk meg a vizet, azt majd csinálom kalóét. Oké. Okay. Alakul, hogy néz ki magasból? Aha. Jó. Király, nagyon tetszik. Igen, egy bányát azt fogok majd csinálni. Olyan, a csapdarendszer, az is kellene, gyerekek. A csapdarendszer, az hogy épüljön föl, azon filózgatok. Tüskékből kellene. A más nem 2 sor karóval.
Sőt, két sor karó az jó is lenne nekem. Gyorsan pillér. Hadd menjen. Kicsit funkcionalitásra mentem, nagyon, nagyon izé, bázis, nagyon epic. Azon gondolkozok, mi az, ami nem kell. Szídeket kirakom. Ez nem kell, ez se kell. Mondjuk ez kellhet. Inkább rakjuk ki ezt a szídet is. Oké, ja, hát ez ja, nem kell, mert van elég. 8 darab nekem bőven elég, 16 ilyenem van. Italom is van, ugye. Ez maradjon itt. Ezt meg a... Ami nem kell még, az ez se kell, ez se kell, ez se kell. Jó. Kerítés meg igazából túl sokat csináltam, úgyhogy azt mehet is. Közben szétszerésre. Jó van, srácok, király. Nagyon jó haladunk. Azon filózok, mi kellene még, ami így most sürgősen jó lenne, az nem más, mint a fa. Úgyhogy megint lemegyek egy kis fáért, amíg ezek nem nőnek meg. Ha megnőnek, ugye, akkor folyamatosan tudom majd termelni sokkal gyorsabban a fát. Még egy kicsit szerelgetem a lyukkát, ami nagyon útbe esik, de lassan már ott tartunk, hogy nem fog kelleni. Ja, meg a kő is kellene, úgyhogy a kőre is rámegyünk. 22 óráig kő is... fa projekt megy. Mennyi izém van? Lehet, hogy a kő fog menni, és akkor tudom építeni a bázist bent. Sőt, tuti követ kell bányasztom. És akkor ugye a tornyot tudom. Tud dolgozni a tornyon. Macska kő kellene még, akkor megint. Tornyot nem szeretném megcsinálni nagyon frankóra. Ugye, hogy az mindenképp bírja ki a hetedik napi hordát. Ugye az ötödik napon leszünk, gyakorlatilag még egy konkrét napon van, aztán csá. Úgyhogy ez nem egy olyan túl sok. Amikor egyébként pihenni próbálok, azért így nézelődök meg vagyok, mert ugye menjen fel a staminám rendesen. Jó, szintépés. Nem tudom, hányas szintűek vagyunk. 8-as. Még mindig nem tudok rakni a fegyverre. Vagy a szerszámkovácsolásra, úgyhogy lehet, hogy még mindig a bányászatra rakok. Minél kevesebb időt kelljen eltölteni ezzel. Ezt akartam, ezt akartam, ezt. Jó, már 57, már 60%-kal jobb a... Tönkrementél? Hú, de megjettem. Közben meg Junior itt nyikkent egyet. Féltem a mocskos életem. Jó, 10 óráig mindenképpen, gyerekek. És akkor lesz egy csomó alapanyagom. Ó, nagyon sok lesz, jó. Láttam még egy követ, ott van 2. 3. Rengeteg vasam is lesz, ugye? Amit nem tudok most felhasználni, azt mind majd be fogom tudni olvasztani.
Na mindenképp toronyba fogok tevékenykedni. Az lesz ugye, mint nagyon régen csináltunk egy ilyen sorozatot, talán 2 évvel ezelőtt. Egy alfa 9-10 körül, nyilván nem is tudom mennyi lehet, 11. Abba volt egy tornyom, eléggé hülyén volt megoldva. Viszont ott még nagyon könnyen lehetett betont csinálni ugye a legelején a játéknak. Nem kellett se betonkeverő, se semmi, hanem alapanyagokból simán összejött. Még nem vödörbe került, hanem rendes betonblokk volt egyből. Nagyon egyszerű volt, és akkor már kapásból az elején ilyen beton tornyot építettem. Nagyon jó, jó lakottságom nem van egy kicsit, majd azt még pótolom. El kell vennem majd fás bajomra. És akkor tudok élőlényeket gyűjteni. Mármint szarvast lőni, meg ilyesmi. Jó, rengeteg lesz. Ez én fogyott el, jó. Még gyűjtök párat, aztán mindenképp elfogyott most bár az agyagom is. Na, ha már itt vagyunk, akkor miért ne gyűjtenék, ugye? És akkor építem a tornyot középen. Most már talán kicsit tudok világítani is. Hát fákját is ugye nagyon nehéz csinálni. Várjál, állati zsíradék nem jelenhető ki ízéből? Zombiből? Vagy hülye voltam? És nem próbáltam meg? Lehet, hogy... Fú, basszus, most ez nem emlékszem rá, esküszöm, ha megölnek, akkor se. Hetedik napra egy probázist kell építeni. Ez tök jó. Pihenés. És igen, már nincs izém, agyagom nincsen. De van összesen 180, meg még készül, mennyi az 60. Lesz egy 250 darab. Abból tudok csinálni egy... Nagyon sokat jó, 60-at körülbelül. Jó, menjünk vissza, úgy látom, hogy ez most innen fog összejönni. Ezt javításra akartam egyébként rakni, hogy... Nőnek szépen a fáim? Nézzük meg. Alakulnak. Jó, növögessenek csak. Na, nyertyák lerakása következik. Lehet falra ezt sem engedi rakni? Biztos rövelj, hogy ezekre a pillérekre nem engedi. Pont volt 4, ez így egész kellemes egyenlőre. Ja, a fát is kellett volna gyűjtenem, ugye ezt is... Fú, itt még mindig ilyen szarul néz ki az egész. Ajtókat tegyük be. És akkor az lesz, hogy építkezzünk. Pillérem nincsen már, van még 32, de jó. Ez jó lesz, gyerekek. És egyelőre nem is csinálok többet, mert lehet, hogy nem pillérrel akarom folytatni. Éhesek vagyunk? No probléma, várja. Király, nagyon tetszik egyébként az a bázis téma. Valami ilyesmire gondoltam, annyit akartam, hogy létra. Nem csináltam én létrát. Van 5 darab gyerek, és spóroljunk, hát van akkor. Ne készítsek újakat. Jó. Hát nem tudom, hogy ki fogja bírni ekkorat a helyet, vagy középen be kell még egy oszlopot raknom. Lehet, hogy kell még egy oszlopot raknom.
Mert azt fog történni, lehet, hogy be fog szakadni a teteje, de majd mindjárt meglátjuk, mert ezt mindenképp most össze is fogjuk kötni. Király. Hú, a gyerekek, ez nagyon, nagyon epikus lesz. És ez lesz ugye az első szintje az oszlopnak. Vagy nem oszlop, hanem minek nevezik ezt? Toronynak. És ide kellene nekem. Vagy pedig menjünk egyen magasabbra? Mehetünk egyen magasabbra. Fakja nagyon kell, jó. Azután fakja téma szerzés lesz. Nem fogunk látni semmit ebbe a gettóba. És ugye elég kellemetlen építkezni is. Jó lesz ez. Na, tetejére akkor jöhet a... Úgy gyerekek, komoly lesz. Jó, a tetejére majd jöhet a... Ó, micsoda. Látok ezt, hogyha kezembe fogom, akkor ez így világít, mint a fákja. Ez nagyon gyér. Mindegy, akkor is kell kő... Nézzük, hogy itt sima kő követőtök be. Hol a kő? Ó, nem jó a billentyűzetem. Na, akkor... Építőelemek. Ház. Járdalap. Na mindegy, akkor... Nem macskakő, hanem tér, ugye? Térkőblokk. Csináltok 63-at. Mennyi kell ez? Mekkora ez az épület? 5x5-ös lehet? Mondjuk akkor csináljunk egy 30 darabot, mert úgyis később is kellene fog. Csináljunk egy 30 darabot. Remélhetőleg nem szakad be. Ja, meg ajtót akartam csinálni, ugye? Talán jó lesz. Talán jó lesz, gyerekek. Kettővel kifele is akarom vinni. És akkor ez lehetne már is kapásból egy lakószint, és akkor egyre inkább ugye emelkedne fölfele a torony. Különböző lakószintekkel szó szerint ott már, hogy minden szint egy gyakorlatilag egy lakás is lenne. Vagyis egy funkcionalitása lenne ugye a szinteknek. Mondjuk raktár, itt tudom én, kohók. Lehet, hogy még építek még egy sort erre. Vagy kettőt, hogy jó nézzen ki, csak nehogy ne szakadjon. Jó, hát csinálja. Ja, lehet, hogy még húzok rá. Nézzük a pilléreket. Aha, csinálhatok. Várjátok, hány oszlop ez? Lehet, hogy két szintet rá kell. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Két szintet föl tudok ráhúzni mindenképpen, gyerekek, akkor menjen rá. 30. Még két szinttel magasabb lesz az egész. És akkor ott kezdődik az első szint. És akkor ez szó szerint udvar lesz ide, hogyha bejönnek, nem érdekel. Vagy esetleg ugye berácsozom a tetejét, hogy ne potyogjanak a nyakamba. Jól néz ki, nagyon jól néz ki, tetszik. Jó a textúrája, eddig nem ilyen volt. Oké, ez megvan. Azt, de megijedtem. Valami ébresztő óra bekapcsolt, nem mindegy. Ez a baj, baró sötét van, szóval lehet szopni. Nem kéne eltörnem a lábamat, jó? Oké, és akkor így csináljuk.
Túlhevültél, mit vetközzek le, hülye vagy? Hogy lett melegem? Így az. Három. Négy. Öt. Leesek gyerekek, megdöglök, baze. És erre felpattantam. Az mi? Meleg van ilyen? Vagy mi van ma itt? Ja, egyed, baze, vagy valami. Ahogy ma. És akkor még egy szint, ugye? Mindenképpen. Ez nagyon komoly lesz. Hát ez halál. Halálos. És akkor erre még egy lapot, kicsit kilógatom, még egy izével, kerítés lesz, kerítés, körbe kilátó. És akkor igen, nagyon jó lesz. És akkor itt már nem kell ilyen sűrű majd az oszlop, hanem négy oszlop tartja a következő szintet. És már most itt rögtök markotokba, hogy hülye gyerek, le fog borulni az egész, le fog omlani. Hova építkezel be az a Babel tornya? Effektus van. Ez igen, farkas hangbeszarás. Ilyen van. Oké. És pont elég is lett. Na gyerekek, most akkor megcsináljuk a körbe. Hallod, ez nagyon beteg így. Meg fogok murdálni, le fogok esni. Ész, hallod, sötétbe. Várjál. Áll meg egy pillanatra. Majd hadd rakjak le egy jégőt ide, vagy mit tudom én. Szenvedek, mint a pilatus macska a gyerekek. De kell még létre. Hát imádkozzatok, ne szakadjon le. Léci. Jó, sokat láttok, tudom. Erősítsétek a fényerőt, hogy én fölnyomjam. De csak azért, hogy lássunk, ugye, hogy nem csit. Hogy le fogom venni. Hol van az gamba? Nem kettjentünk meg. Felvétel is megy? Szar. Nem olyan megy a felvétel. Ja, egy kicsit följebb nyomtam a fényerőt, de csak azért, hogy lássunk. Lássatok testvérek, ennyi az élet. Na. Három. És akkor ugye oda kell. Így, hogy föl tudjak jönni. Hallod, ez le fog leszakadni? Vajon? Azt kéne csinálni, össze kéne kötnem keresztbe. Jó, leest. Passz meg, leestem, nem lett semmi vajon, hallod, ez jó volt. Hú, de jó magas, te. Gyerekek, levernek innen, mint bakapoharat majd, mi? Ha még egyet kibír... Jó, innen már akkor nyert ügyünk, mert akkor ki fogja bírni, hogyha kibírta úgy. De kerítés mindenképp kell a sap, mert meg fogunk dögleni. És akkor most jöjjön a másik oldal. És akkor próbáljuk meg ráállni. Gyerekek, jók vagyunk, mint az atom. Jók vagyunk. Ja, ott a gyertyám. Mondom, miért nem akar. A gyertyát ledobom ide föl. Ide. Nagyon király, nagyon tetszik. Jó van, ez nagyon atom lett. Oké, gyerekek, királyok vagyunk. Annyi lesz, hogy akkor oldalra még egy blokknyit fogunk szélesíteni rajta, hogy az jobban el lehessen férni, és akkor jön a kerítés téma majd. De...
Az kellene, hogy akkor már ilyen fél blokk várjam, az milyen? Itt van ilyen, már nem létre. Ezek között van ilyen fél blokk. Nem tudom. Ez mi? Jó, ez ilyen ív, úristen, ilyen is van. Hája, az mi? Milyen volt ez az ív? Hája meg. Készít. Csinálok egyet, azt megnézzük, mi ez. Ez mekkora vagy mi ez? Jó ez, gyerekek. Igazából, hogyha bírja. De ilyen sarok az van hozzá. Na, ez jó lesz, gyerekek. Jó, ilyeneket kell gyártani. Akkor ez ugyanaz, gondolom, ugyanannyi. De várj, akkor Flexstone Arch. De az archhoz van, izé. Sarok. Ram corner. Igazából ram corner. Fasz tudja. Fú, corner. Nem tudom melyik az. Na mindegy, ebből kéne csinálni. Mennyit tudok? Kettőt? Jó van, akkor ne csináljunk túl sokat belőle. A végén még megart. Jó, minden ma igazából egyszerű lesz. Jöjjét nem ezt hülye vagy, ne legyél hülye. Hanem ilyet. Igen, így. És akkor ezt faszán fog kirinni, gyerekek. Ez nagyon jó lesz. Jó, lemegyek, azt megnézem. Igen, ez frankó lesz, ez egy ilyen... Hú, ez nagyon... Tényleg végén meg úgy néz ki, mint az egész, mint egy ilyen... Tudjátok, hogy mi... Ott lehet, hogy nem tud fölvenni majd a pók zombi. Nagyon fura ugye ott. Ez is király lenne. Ide is viszont kell ajtó majd. Meg oda kellene oszlopok is. Hé, ott meg hír hiányzik egy oszlop. Mert nem rakta azért, hülye vagy? Jó, egyelőre most nem is fogok tudni rakni. Mert nincsen alapanyagom. Na, ilyen lesz, és akkor a következő szint... is... Ott már csak azt hiszem négy oszlopon fog állni. És akkor így egyre följebb. Hú, basszus, csak ez le ne szakadjon, hallod, mert akkor nekem... Izeim lesz, agyfaszom lesz. Akkor megőrülünk, gyerekek. Hogyha ez leszakad nekem. Kicsit megvilágítom, így. Ja, éhesek vagyunk. Jó, a gyerekek, szerintem lehet, hogy befejezem ezt a mókázást mára. Mert menni, csak azért megnéztem volna kintről, hogy mekkora. Ez király, és akkor egyre magasabbra próbálom majd építeni. Jó lesz ez, jó lesz ez. Valami ilyesmire gondoltam egyébként. Viszont jóval magasabbra, úgyhogy az első szint... Az nem... Az gyorsan tovább túl fogjuk szárnyalni. Sokkal magasabbra akarok... törni. Ja, hát még egy sort ide be kell súvasztani. Kiró lesz. Már nem vagyok benne biztos, hogy ez nekem tetszik. Ez a félköres. Ez az nappal mert megcsináljuk. Lehet, hogy rampás lesz, tudod ilyen. Az a fél rampás. Aztán az könnyebb is ugye sarkan kihozni. Kicsit furcsa ez az ilyen. Ilyen íves. A rampás az olyan modernebb lenne. Ugye főleg ez betonból fel fogjuk upgrade-elni mindenki betonnal. Így király lesz. Na jó van, gyerekek, elbúcsúzom. Nagyon szépen köszi a figyelmet. Remélem tetszik a videó, és akkor holnap várlak benneteket. Talán nőnek közben ugye... Ő a kertem is. Jó lesz ez. Ja, meg ízni, csapdarendszer is kell, basszus. Ez mi? Mit értem el innen? Ja.
Csapdarendszer is kell. Meg ajtó is kell, igen, holnap, vagy ma már az ötödik napban, gyakorlatilag egy napom. Hát két napom van ahhoz, arra, hogy ezt teljesen tökéletesítsem ezt a bázist. Hát igen, ide mindenképp be tudok majd zárkozni, hogyha pókzombi is jön. Bár szerintem legelőször nem fog pókzombi jönni az első hordakor. Úgyhogy írthatom őket keményen kintről és utána meg még bentről, hogyha esetleg betörnek. Jó, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, csumi cső, csá!